A Paksi Eszi iskola standjánál vagyunk. Az orientációs nap Bonyhádon délután a Széchenyi Általános Iskolában folytatódott, ahol a megye középiskolái mutatkoztak be. Érdekes, szemléltető és figyelemfelkeltő bemutatókkal, kiállításokkal is készültek a középiskolák, ami jól bemutatta a pályaválasztás előtt álló gyerekeknek és szüleiknek az iskolákban folyó munkát, szakmai képzéseket és lehetőségeket. A Perczel Suli standjánál folyamatos volt az érdeklődés. Itt diákok és pedagógusok meséltek arról, hogy milyen is a perceles élet. Kétféle szakirányunk van, úgymond az egyik az ilyen elméletibb szakirány, a közgazdászok, ügyvitel, titkári ügyintéző, turisztika szak, a másik pedig a klasszikus szakmák, mint ahogy ugye látjátok a hátul a táblánkon is, asztalos, csővezetékszerelő és a többi. Tehát mind a kettő irányba abszolút érdeklődőek voltak, mind a gyerekek, mind az itt megjelent szülők. Úgyhogy nem tudom azt mondani, hogy inkább az egyik, vagy inkább a másik, mind a kettő irányban érdeklődtek nálunk. Az emeleten vagyunk, ez már az Arany János gimnázium terme. A név ugyan változott, a képzés, a pedagógusok és a gimnázium légköre azonban változatlan. Vagyunk, létezünk továbbra is, tehát indítjuk a következő tanévben is a 9. évfolyamunkat, amennyiben a megfelelő létszámú jelentkező bennünket megtalál, és bízunk ebben, hogy első helyen jelölnek, majd meg is tudjuk indítani a 9. évfolyamot. Többen nem tudják eldönteni sem ők, sem a gyerek az, hogy milyen irányultság, tehát milyen szakma iránt érdeklődnének, vagy lefelelne meg nekik, hogy látják a jövőjüket, és többen nyilatkoztak itt most úgy, hogy biztosabbnak látnak egy általános gimnáziumban egy érettségi megszerzését, azután a szakmának a kitalálását. Meg van hallgatva, hogy milyen szakterület felé szeretne menni, próbálok neki segíteni, hogy a későbbiekben is hasznos legyen ez a pár eltöltött év a középiskolába. Nagyon sok lehetőség van, hál' Istennek, nagyon sok szak van, de úgy gondolom, hogy még 14 évesen azért irányítani kell őket, úgyhogy kell a szülői felügyelet, mindenféleképpen Bonyhádon szeretnénk maradni, nem szeretnénk utazgatni hajnalok hajnalán. Talán még egy kicsit a burokba is tudom tartani őt, úgyhogy reméljük, hogy sikerülni fog az, amit majd döntünk. Kerit néztük, és a közgazdász szakot, azon kívül még az ügyvitelt és a turisztikát. Most azért kaptál képet az iskolákról? Milyen benyomásaid vannak, ami nagyon-nagyon tetszett? Nagyon mindent elmagyaráztak, úgyhogy kaptunk egyfajta képet ugye az iskoláról, és sport is van, én sportolok itt az iskolában is, úgyhogy ez is egy szempont. És te is szeretnél Bonyhádon maradni? Igen. Mi 2 éve költöztünk Bonyhádra, mi Budapestről költöztünk le, és teljesen tanástalan voltam, hogy milyen iskolák vannak, és milyen feltételekkel. Úgyhogy nekem nagyon sokat, nagyon örülök, hogy van ilyen lehetőség, és abszolút közlékenyek, barátságosak a tanárok is, iskolaigazgatók is, úgyhogy érdemes eljönni. A szekszárdi Kolping iskola sem szűkölködött a bemutatókban. Az egészségügyi szak és a szakács szakma iránti érdeklődést könnyű volt felkelteni a szemléltető eszközökkel. A többségük inkább a szociális gondozói részen a részegszemüveget próbálták ki, de a szakácsaink is elég kedvező kis gyümölcspohárral érkeztek. A virágkötőink egy ilyen kis koszorú bedíszítését jól gondolják át, mert ez nehéz döntés, hogy utána az életben mit szeretnének kezdeni magukkal, és hát annyit, hogy jól döntsenek, csak ennyi, ami a szívükre hallgassanak. A pálya orientációs napon 15 közép- és szakiskola mutatkozott be a Széchenyi Általános Iskolában. A sorban Bonyhád és a környékbeli települések, a megyeszékhely iskoláink kívül ott voltak a Villányi, a Lengyeli, a Palánki és a Pécsváradi középiskolák is.